Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz, sokaknak nagyon nem tetszik ez a nap, mivel holnap kezdődik az iskola, sőt öcseim pont most mennek évnyitóra, úgyhogy 31-én van itt felénk az évnyitó, nem tudom, hogy nálatok ez hogy működik, és most erről fogunk beszélni, hogy mire kell figyelni, hogyha iskolába megyünk, ugye havonta egyszer szoktak lenni ilyen felhívásos videóim, hogy mire figyeljünk a közlekedés szempontjából, és mivel kezdődik az iskola, mindenki megindul, tele lesz a busz megálló, harcolunk a helyeké. Legalábbis amikor én jártam iskolába, mindig küzdeni kellett a helyi reggel, hogy tudjak aludni a buszon. Rengeteg diákot fognak autóval iskolába vinni, valaki biciklivel megy, valaki gyalog, úgyhogy ezekről fogunk egy kicsikét beszélni. Amikor megyünk az iskolába, célszerű olyan útvonalat választani, ami a legkisebb baleseti kockázattal jár. Mindenkinek ugye megvan az útvonal, hogy merre szokott menni. Nem győzöm kihangsúlyozni, hogy nem futunk át az úton. Megkeressük a zebrát, és ne legyetek lusták, ha 10-20 méterre van a zebra, menjetek oda, és a zebrán sétáljatok át, nézzetek körül, figyeljétek a lámpákat, és ahol meg kell adni az elsőbséget, ott meg kell adni az elsőbséget. Ami ide kapcsolódik, és számomra az egyik legfontosabb dolog, természetesen az, hogy mindenki épségben közlekedjen, ugye ez a fő témája a videónak, viszont nagyon figyeljetek oda, a saját szememmel láttam, leszálltok a buszról, és ha a busz előtt vagy mögött akartok elsétálni, mindig nézzetek ki, hogy nem jön egy autó, mert ugye nem lehet belátni, hogy onnan jön valaki, a gyalogos csak kilép, az autó se látja, hogy onnan hirtelen megérkezik a gyalogos, és megtörténhet a tragédia. És hallottunk már sajnos olyat is, hogy ugye valaki kilépett az autó elé, zenét hallgat, telefonozik, és nem hallja, hogy jön az autó, vagy nem látja, úgyhogy ezekre is kérlek szépen titeket, hogy figyeljetek oda. Gondolom sokatok most megy 9. osztályba, és például nálunk ugye falun nincs középiskola, be kellett járni Bajára a városba, és ilyenkor célszerű ugye megnézni, hogy mikor megy a busz, hány busz megy, hogy érek be az iskolába, hogy időben el tudjunk indulni, ne kelljen kapkodni, és fel kell mérni a terepet, például én a 6.28-as busznál ott voltam már 5.45-kor. Mert izgultam, ugye első nap az iskolába, ott szeretnék lenni először, felmérni a terepet, én mindig szeretek előbb ott lenni, mintha pontos időpontra mennék. Aki még fiatalabb, annak ajánlott, hogy a szülők elkísérjék az iskolába az első hetekben nagyszülőknek, vagy akár egy nagyobb tesóknak is, ugye itt is, hát jó, itt faluba nincs olyan nagy forgalom, de az Ákos kíséri az Ádikát az iskolába. Aki pedig járművezető és nézi ezt a videót, ugye nekik is szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon nagy lesz a forgalom, mindenki viszi az iskolába a gyerekeket, renget, ugye a busz megálló tele lesz diákokkal, járművezetőknek is most már a reggeli és a délutáni órákban a megnövekedő forgalom miatt nagyon-nagyon oda kell figyelni. Mivel ugye sajnos már történtek ilyen dolgok, bármikor egy gyerek kiszaladhat az úttestre, ha piros a lámpa, akkor is ugye kiszaladhat a kisgyerek, úgyhogy az autósoknak is nagyon oda kell erre figyelni. Ha autóval visszük a gyerekeinket, vagy a tesóinkat az iskolába, akkor amikor megállunk, mindig a járda fele szálljanak ki a gyerekek. Nekem ettől heróton van, én is rászoktam szólni a gyerekekre, hogy ne azon a felén szálljanak ki, ahol jönnek az autók, hanem azon a felén, ahol a járda van, és erre nagyon figyeljünk oda, ugye ha kisgyerek van, akkor gyerekülés is legyen biztosítva. Ha autóban ülünk, mindig nézzünk körül, hogy kinyithatjuk-e az ajtót. Láttam épp egy videót, hogy valaki megy ezzel az elektromos rollerre vagy gördeszkával, az autós kinyitja az ajtót, és olyat borul szegény ember, hogy hihetetlen. Ez is nagyon baleset veszélyes, úgyhogy nézzünk körül, hogyha kinyitjuk az autó ajtaját. Szeretnek az autó szülők, tesók, vagy aki viszi a gyereket az iskolába, minél közelebb megállni az iskolához, ne kelljen sokat gyalogolni a diáknak. Mindig szabályos helyen álljunk meg az autóval, és ilyenkor a szülők ugye sietnek munkába, de szerintem kísérjük oda a gyermeket az iskola elé, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy beért az iskolába épségben. Én azt javaslom, hogy ne búcsúzkodjunk sokáig, ne tartsuk fel a többieket, próbáljunk meg a többi autós társunknak segíteni, a többi közlekedő embernek, segítsük a diáktársainkat, figyelmeztessük őket ezekre a dolgokra, úgyhogy én arra kérlek benneteket, kedves diákok, hogy figyeljetek oda a közlekedésre, zebrán menjetek át, ne lépjetek ki a busz vagy autó mögül körülnézés nélkül. Tudom, vagyis nem tudom, hanem sejtem, mivel én is látom nap mint nap az utcán, hogy nagyon sokan úgy közlekednek, hogy zene megy a fülbe,
és nem nagyon hallja az autókat, a dudákat, erre is próbáljunk odafigyelni, a járművezetőket is kérem szépen, hogy próbáljanak a gyerekekre odafigyelni, a szülőket, hogy tájékoztassák otthon ezekről a dolgokról a gyerekeket, úgyhogy szeretnének megkérni benneteket, hogy ezt a videót osszátok meg, hát ha valakinek hasznos lehet, hogy így magától értetődőnek tűnik a dolog, hogy na most elmegyek, persze én tudok körülnézni meg minden, de úgy gondolom, hogy ezekre fel kell hívni a figyelmet és odafigyelni, mert sajnos bármikor megtörténhet a baj, úgyhogy vigyázzunk egymásra, kitartást kívánok nektek az iskolába, nem tudjuk mikor fogják újra bezárni ugye az iskolákat, de holnaptól sok sikert kívánok mindenkinek, és közlekedjetek óvatosan, vigyázzunk egymásra. Köszönöm szépen a figyelmet, ez egy ilyen komolyabb hangvételű videó volt, minden jót kívánok nektek, sziasztok!